A második helyen zárta az alapszakaszt az Extraligában a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese 20 mérkőzésen 17 győzelmet aratott és háromszor szenvedett vereséget. Az már a sportág speciális pontozásának köszönhető, hogy a több 3-0-ás és 3-1-es sikert arató Vasas Óbuda 16 győzelemmel és 4 vereséggel szerezte meg az első helyet. Az alapszakasz a rájátszás párosításáról döntött, a nyíregyháziak vezetőedzője szerint a bajnokság érdemi szakasza még csak most kezdődik el. Én annak nagyon örülök, hogy 17 vagy 20 mérkőzésből 17 mérkőzést sikerült győztesként abszolválni, ami mindenképp ebben a mezőnyben egy óriási dolog, tehát én úgy gondolom, hogy ez megsüvegelendő. Az, hogy ez nem volt elég a végén, az egy érdekes dolog, bár az egész bajnokság én úgy gondolom, hogy érdekesen alakult, hiszen előzetesen senki nem gondolta, hogy mondjuk egy Békés Csaba a harmadik helyen fog az alapszakaszban végezni, vagy mondjuk egy Újpest, ami nagyon sikeresen kezdte és nagyon dominánsan kezdte az alapszakasz, végén gyakorlatilag leszakadt az első hármasról. De hát így alakult, én azt mondom, hogy most épp a helyén vagyunk, úgyhogy mindenképp én úgy gondolom, hogy egy sikeres alapszakaszt tudhatunk magunknak, de ez nem jelent semmit, most már a rájátszás, az érmeket majd most fogják osztani. A Nyíregyháza bajnokságban 4-ből 4-szer győzte le a Békés Csabát, amelyet a kupadöntőben is felülmúltak Vargáik. A szakvezető szerint a korábbi eredményekből nem szabad messze menő következtetéseket levonni. Nem gondolom, hogy ez 3 mérkőzés alatt eldőlne, bárhogyha mi 3-szor tudnánk diadalmaskodni, akkor nyilván ezt idézőjelben elviselnénk. De én úgy gondolom, hogy ebben a mérkőzés sorozatban bőven benne van az, hogy akár 5 mérkőzésen dőlhet el a párharc. Én úgy gondolom, hogy tényleg a Békés Csabának talán ez az utolsó esélye, hogy valami nagyot domborítson ebbe a szezonba, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mind a két csapat 1000%-kal fog égni, és ezért is mondom a játékosaimnak, hogy mindenképp a maximális elhivatottság kell ebbe a párharcba, mert a Békés Csaba biztos, hogy 1000%-kal fog küzdeni, a játékosaik harcosok, úgyhogy biztos be akarják bizonyítani, hogy ők tényleg a bajnoki címért akarnak küzdeni. Mi is ezért szeretnénk küzdeni, úgyhogy parás kis küzdelmet várok. A Fátum Nyíregyháza Békés Csaba mérkőzés vasárnap 19 órakor kezdődik a Continental Arénában. A másik ágon a Vasas Óbuda az Újpesten játszik a döntőbe jutásért.